Havas utakon indultak munkába, iskolába az egriek hétfő reggel. Bár a főutakat a hétvégén megtisztították, a járdák és a mellékutak még havasak, csúszósak voltak. A busz megállók területén is nagy volt még a hó a reggeli órákban. A városgondozás munkatársai épp a havat lapátolják, hogy az utasok biztonságosan le tudjanak szállni. Nem azért, hogy most nagyon fiatal vagyok, de akkor is kényelmetlen. Nagyon oda kell figyelni, hogy az ember este törje magát, mert akkor mehetünk az orvoshoz. Jakab Zoltán, a Városgondozás Eger ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, elsősorban a nagyobb forgalmú buszjáratok vonalán tisztítják a megállókat. Eddig ugye csak annyit sikerült elérnünk az ügyeleti rendszerben, hogy egy-egy átjáró legyen a hófalon, meg lehessen közelíteni a buszon az ajtókat. Most már kisgéppel, Bobcat-tel, kézierővel, gépjárővel próbálnak szabaddá tenni minden buszmegállót, jól közlekedhetővé, jól járhatóvá, és folyamatosan haladnak. Elsősorban a 10, 11, 12, 14-es útvonalon és az 5-es útvonalon, és utána eljutunk majd a kisebb forgalmú buszjáratok útvonalára is. A hókotrók vasárnap este 10 óráig dolgoztak az egri utakon. A munkát hétfőn hajnalban folytatták, de a fagy miatt nehezen megy a tisztítás. A jégmentesítésre érdesítő anyagot használnak, tette hozzá az ügyvezető. Nem csak a csúszós utak okozhatnak problémát, a hókotrók által megtisztított út keskenyebb az eredeti útszélességnél, így a járművek nehezebben férnek el egymás mellett. A felsővárosban is emiatt csúszott egymásba két helyi járatú autóbusz. Az egri út egyik buszmegállójában viszont egy meghibásodott tűzcsap okozott gondot. Úgy látjuk a helyszíni elsődleges vizsgálatok alapján, hogy a tűzcsap hibásodhatott meg. Itt majd föl kell tárnunk, és akkor az alapján látjuk hogy pontosan, hogy milyen probléma van. Nagyobb meghibásodás az elmúlt időszakban nem volt. A hétvégén folyamatosan dolgoztak munkatársaink fagyott mérőkkel és elfagyott közkifolyókkal kapcsolatban. Bárdo Zsolt elmondta azt is, a javítás alatt közel 30 lakásban nem volt vízszolgáltatás. Az érintettekhez lajtos kocsival vitték a vizet, de estére már újra volt víz a lakásokban.